munkásőrség, polgárvédelme, az MHS aktivistáinak ténykedéséről, tetteiről. Kérem, engedjék meg, hogy a Városi Pártbizottság, a Végrehajtó Bizottság, a Városi Tanács nevében a mi fehérdalmati ünnepségünk valamennyi meghívottját, résztvevőjét szeretettel és tisztelettel köszöntsem. A Közgazdaság Honvédelmi Minisztereinek, Belügyminisztereinek és a Munkásőrség Országos Parancsnokának 61.987-es számú parancsa a Fegyveres Erők Napja alkalmából. Emlékezzünk településünk felszabadulását követő eseményekre, mert az büszkén tehetjük. A felszabadulás utáni határőrség megalakulásának egyik jelentős eseménye volt az, hogy Fehérgyarmaton alakult meg elsőként 1945. márciusában a 23. portyázó század. Március közepén innen indultak elsőként járőrök a rájuk bízott területek. Az épület, amelyben székeltek, a posta melletti saroképület, ma a tanácsi bérlakás. Századparancsnok Kónya Vidor hadnagy volt. A századtörzsnek fehérgyarmati katonái is voltak, Szélvási Lajos őrmester, Molnár Lajos tizedes, Bihari főtörzs őrmester, Muzsai Ferenc honvéd, Szántó János szakaszvezető, Szabó Béla szakaszvezető. Idősebbek még emlékezhetnek rájuk, ma már csak emlékeinknek tehetjük tiszteletünket. Érdemes is hozzánk méltó lenne e század tevékenységének részletesebb feltárás. Szeptember 29-én délután a Városi Pártbizottságon köszöntötték a fegyveres testületek tagjait, és azokat, akik a rendőrség, a munkásőrség állományából itt vehették át Fehérgyarmaton eddigi munkájuk elismeréseként a különböző kitüntetéseket. Szabó Endre, a Városi Tanács elnök helyettese méltatta az ünnepet, dr. László Béla, a Városi Pártbizottság első titkára megnyitó beszédét követően. Kitüntetéseket adtak át az ünnep alkalmából a Polgárvédelmi Parancsnokság részéről azoknak, akik elismerésre méltó tevékenységet fejtettek ki az eltelt időszakban. A Honvédelmi Minisztereptárs a Fegyveres Erők Napi alkalmából 30 év után Széles Lajost, 10 év után Komjáti Sándornét, Koncz Ferencet, Muzsai Lászlót, Szabó Istvánt és Veszprémi Lászlót kitüntetésben részesítette. Ugyanezen a napon elismerték azoknak a tevékenységét is, akik a Magyar Honvédelmi Szövetség területén végeztek kiemelkedő munkát. A kitüntetéseket a polgárvédelmi parancsnok Széles Lajos, a Városi Tanács elnöke adta át. Ugyancsak kitüntetésben részesültek az MHS-nél kiemelkedő munkát végzők. MHS kiváló munkáért érem bronzfokozatában részesült Ádám Endre honvédelmi klubtitkár, Szabó Antal honvédelmi klubtitkár. Az ezüst fokozatot Kis József társadalmi aktívai és Molnár Károly kapták. MHS kiváló munkáért érem aranyfokozatában részesült Veszprémi László társadalmi aktíva. A városi pályázat. A kitüntetettek széles köréknek gratuláltunk szintén meleg szívvel, hiszen önök valamennyien a feladatukat olyan szinten teljesítették, a fegyveres szolgálat, a polgárvédelem, a MHS élet valamilyen területén, hogy méltán vehették át ezt a mai kitüntetést, elismerést, jutalmat. Szeptember 29-e évek óta nem csak a fegyveres testületek napja, de a kisdobosoknál és úttörőknél a csapatzászló ünnepe is. A Váci Mihály úttörő csapat tagjai Fehérgyarmat város határában emlékeztek a közel 140 évvel ezelőtti napokra. Fiatalok és még fiatalokba örömmel vettek részt
azok a küzdelmeken, amelyek a régmúlt idők harcain a ma az a védőinek küzdelmét idézik. Mihály úttörőcsapat mellett a Petőfi Sándor úttörőcsapat tagjai is idézték az ünnep emlékét. Az iskola udvarán hagyományos műsorral nem csak 1848-at, de a felszabadulás óta eltelt évet a gyermekmozgalom történetét is felelebenítették, gondolva az újabb akciókra, amelynek közelgő évforduló ad okot a nagyobb fogyai szocialista forradalom. Kerékpára ültek, hogy felkeressék névadójuk fáját Nagyarban, illetőleg meglátogassák a nyári táborok izgalmas emlékét idéző tivadart. A szocialista brigádok most is szívesen látták, fogadták a elfáradt pajtásokat, a Titász szocialista brigádja, az Ipari Műszergyár szocialista brigádja szintén ünnepi falatokkal, a rotyogó üstben főtt elebellel tisztelte meg a pajtásokat. Akik szeptember végén a Városi Művelődési Központba látogattak, arról győződhettek meg, hogy hatalmas átalakítási munka folyt a nyári időszakban.